Közel 50 éven keresztül lett folyamatosan részt a debreceni labdarúgás életében. Örök hittel, szeretettel foglalkozott a magyar és a debreceni labdarúgás jövőjével, általa szerkesztett tanulmányokban és a halál napjáig megjelent újságcikkekben, a vele készített interjúban rendületlenül támogató és segítő véleményének adott hangot, tehát sport a felvilágoztatása érdekében. Számára a foci, a Loki igazi életérzés örök szerelem volt. Nyugodjék jó felvásra! Nagyon gyorsan mondd el, hogy mit vársz a mérkőzéstől, azonnal kezdődik a 120 évre. Igen. Én nagyon félek attól, hogy most kikapunk látva a kezdőcsapatunkat. Ez a félelmem, nagyon remélem, hogy nem valósul meg. Én nagyon félve jöttem látva azt, hogy szintén. Most bekerül Nikolic a kezdőbe. Az, hogy Bévárdi, Kusnyír nagyon hosszú kiadás után kerül vissza szintén. Növeli a rizikóját a meccsek még, hogy szeretem is az ő játékokat látni. De jó volt meccsre jönni, jó itt lenni, majd megmutatjuk vettem mezt is. Nagyon különleges mezben a csapat, felfokozott a hangulat. Baromi jó most hoki szurkolónak lenni, reméljük, hogy meccs végén is úgy éreztük majd. Na akkor hajrá! Úgy letámadnak minket, bazdmeg a labdát nem tudjuk a térfelünkről kihozni. Jaj, de félek ettől! Ezért rúgja nyomorék cigány, aki már háromszor lesérült. Bevédtek, Róf! Mit szólsz az első fél év múl kettő? Beigazolódott a félelmem.
már abban is reménykedtem a végén, hogy kiszúrjuk 1-0-ás hátrányban. Nem az eredmény fájó, nem a 0-2 fájó, hanem az, hogy nulla támadó játékunk van. Alapvető passzokat elrontunk, nem tudunk helyezkedni, nem tudunk támadni, nincsenek futások, nincsenek bemozgások. Nem érdekelhetetlen. Az elején úgy jöttünk ki a pályára, hogy, hogy be voltunk szarva. Jött is egy gól, Ferenci oldaláról sajnos. Meglepő? Nem is az, hogy az ő oldaláról, hanem hogy elfektették. Meglepő, hogy megint egy a bal oldalról, egy pedig pontrugásból. A két leggyakoribb. Utána még kellett egy 5 perc, hogy valahogy rájöjjenek a játékosok, hogy ja igen, most már meccs van. Akkor volt egy, azt mondom, hogy valamennyire vállalható 20 percünk. Hát, valamennyire vállalható 20 figyelj, a, mi a vállalható? Az, hogy nem az, volt perfektként újpesti helyzet? Mert egyébként a kapuig nem jutottunk nem el. Nem jutottunk el. 14. perc volt az első kapura lövés. És az utolsó is egyben. Utolsó is volt. Nem, ez nem méltó. Nem csak a mai naphoz, hanem úgy. Magához, ahhoz a sporthoz sem, hogy, amit úgy hívunk, hogy labdarúgás. Hát ez nem az. Megint eltűnt a szervezettség, ami az MTK ellen megvolt. Rengeteg egyéni hiba megint, csapatszinten is rengeteg hiba, tompaság, megint fegyelmezetlenségek, védekezésbe is, támadásba is, koncentráció hiány, tehát minden hiba, amit a héten a cikkemben is felsoroltam. Nagyon sokszor nem értenek egyet a játékosok, és akkor de én előre passzoltam, de én visszafele futottam, tehát Gyugyártól az a beadás ott az első körülő vége fel, amikor tökéresen a jobb oldalon 16-os vonaláról betette volna közép és jobbal, hát úgy alálöbbölt, hogy a, majdnem a kapu mögött hagyta el az egész. Hát igen, lényegében igen, tehát az úgy az egész első körnek a lenyomata benne volt abban a szituban. Az meg, hogy itt tényleg a lefújás előtti utolsó pillanatban még beszoktunk egy ilyen Levente gólt, egy gróf bevédte gyakorlatilag. Ez olyan szinten lélekromboló, hogy innen nem tudom, hogy lehet egyáltalán visszajönni. Az a, hogy a kispadon sincs nagyon jel, akit nincs. Behozol, és akkor majd megváltoztatja, mert nem az van, hogy ugrálj a kispadon kezded, és akkor behozzuk, hogy hátra teker egy gólt, hanem... Bele vagyunk védőkkel, egyedül Pister, Sós. Ez a kettő. Igen. Meg Soltész, aki még nagyon sok minden gól szempontjából nem csinált az NBA-ben. Úgyhogy nem nagyon vagyok bizakodó, de főleg ez a probléma, hogy nem, ugye nem is értenék a játékosok, hogy itt most mit kellene csinálni, hogy a feladat, csak úgy vannak, valahol megy a labda, aztán valami hagyjuk, vagy nem, általában nem. Ebből nem lehet felépíteni támadásokat. Az Újpest meg nagyon-nagyon szép meg kihasználja azt, hogy a szélen nem vagyunk meg, nem rendezett a csapas. Mondjuk 10-ből 8 támadások a bal oldalunkon megy, ami nem meglepő. Nagyon szépen kijön balra. Kusmin és Bévári nagyon régóta kerültek most vissza, érződik rajta. Én abszolút nem értettem az a koncepciót. Egyrészt az, hogy a Ferenci Bódi bal oldal egy öngyilkosság önmagában, és az, hogy a jobb oldalra meg két ilyen játékban nem nagyon lévő játékos egyaránt. Nem tudom, Carillo mit gondolt ki erre a meccsre, de nem jött össze, úgyhogy import is bent hagytam volna, és biztos, hogy a bal oldalon változtattam volna, tehát sárkot beraktam volna. Vivardi az oké, mert ugye jobb szélen megsérült Szécsi, tehát Vivardi betettem volna, de most nyilván még kivártam volna. Túl nagy, akkor rizik, túl sok változtatás egyszerre. Igen. De. Úgyhogy még a 0 lett volna a szünet, akkor még lehetne bízni, hogy találunk egy gólt, de én így nem. Ez nagyon amortizáló volt ez az utolsó perc, ez a szabadrugásból. Nem is volt, hogy rendesen vagy jól meglőve szerintem. Helyezve volt, a sorfa szarul volt, felállítva gróf későn kezdett elvetődni, bevédte, ez kapus hiba egyértelműen. Én ide úgy láttam, de Lukaszék is megerősítettek ebbe, aki tévéből nézik, hogy ez gróf bevédte, úgyhogy... Hát beigazolódott a félelmünk ezzel a meccsel kapcsolatban. Egy dolognak szurkolok még, hogy legalább annyi összejöjjön, hogy legyen egy logi gól. Nem mondom, hogy sokra vennénk vele, mert nem, semmire nem megyünk vele. De akkor is legalább a szurkolói lépten itt van most két. Nem mondták még, hogy 0-2-nél lövünk egy gólt, annak azért nincs olyan eufórikus gólöröme, mint az, aki egyenlített. Vagy te vezetsz is valami, de akkor is legalább egy valami gólt, hogy lássunk. Én örülnék neki. Meg ugye kell az első gól ahhoz, hogy utána még egyáltalán legyen. Jó, nyilván. Menjünk valami izgalom a végére, de hát... Az biztos, hogy nagyon sok cserét végrehajtanék a szünetben, legalább annyira kettő. Annyira nincs benne a meccsben, hogy ezeken a meccsek elszokott aztán a második időben a csapat megtáltosodni össze, mennyiszer volt ilyen, de nem érzem, hogy ez most az a meccs lenne, aztán remélem, hogy rosszul érzem. Hát ez Újpest sajnos kurva jól össze lett itt rakva.
pont nagy kár, hogy így jött ki a lépés, hogy most játszunk velük, nem mondjuk 3-4 héttel ezelőtt. Ez van. Meglátjuk, mi lesz. Nagyon szurkolunk a második félidőben is, hajrá, Roki! Lehet, hogy erre kihívják a Sporit, ha ennyi ideig nézik. Kihívják, de akkor meg nem adják. Ha kihívják, akkor szinte mindig megadják. Na. Hívd ki. Megnézi, akkor az jó jel. Jó, persze. Azt mondták a betegnek is, műtét után, ha fel kell, jó jel. Aztán meghalt. Ki azért, amikor itt, innen, ide pattant valamit. A tizi lesz. Miért érzem azt, hogy ez most ki fog maradni? Nem, nem fog kimaradni. Ez eddig az a meccs, amin eddig semmi nem jött össze. Erünk Balázs. Kell a gól. Mutasd, mit van! Mondtam, hogy a gólt szerzünk, átveszem! És a kontra, bazd meg! Lesz! Nem lesz! Úris! Les volt! Ez a nagy szerencsék, hogy les! Igen! Mert egyébként lesz, bazd meg! Egy perc sincs már hátra, utolsó lehetőség! Kenjed előre, bazd meg! De nincs ott senki! De kinek? Ne faltolj! 30 itt a vége, 2-1 lett, kívánságot teljesült, hogy gólt lőjünk, visszajöttünk a meccsbe egy kicsit a semmiből, de végig az enervált, ötlettelen játék volt, amiből nem volt benne az, hogy ki tudunk itt egyenlíteni, úgyhogy hallgathatjuk, ahogy gúnyolódnak rajtunk az újpestiek sajnos. Tökéletlenek voltunk. Ott vagyunk a kapu előtt, mert azt mondom, a második félidőben már értelmesebb játékot játszottunk, persze az is kellett hozzá, hogy az Újpest visszazárt, tehát hogy azt mondták, hogy jó, 2-0 van. Szerintem egyébként elfáradt az Újpest a 60. percre, azért is lett az, hogy nálunk volt már többet a labda. Nem azt érzem, hogy mi javultunk volna fel, hanem szerintem ők nagyon kifutották magukat. De ott voltunk előttük, ott voltak a lehetőségek, de nem lőttünk tovább, passzoljuk. Nem adjuk be, hanem elrontjuk. Valamit mindig elrontottunk benne. És tökéletlen kérdés. Úgyhogy amennyire én... Várhatunk volt. Amennyire én visszafogottan értékeltem a Köves meg a Honvéd elleni vereséget, és ott el tudtam fogadni, itt most nem tudom ezt elfogadni, mert itt most nagyon sok mindenben volt hiba szerintem. Nem játszottunk jól. Egyetlen egy dologért lehet pozitívumot mondani, egyetlen egy dolog, hogy minden rossz ellenére a második félidőben küzdöttek. És én ezt tudom értékelni, de csak ennyi. Ez az egyetlen pozitív a mai meccsnek. Az a baj, ez kevés, mert ez a minimum. Tehát a kurva életben egy kiesési rangadó itthon, a kibaszott születésnapunkon, ez legyen már a minimum, hogy küzdünk, meg hajtunk. Én ezért nem tudok pozitívumként erre gondolni. Hanem ez a normális, vagy a várható. Tehát eleve a körítés miatt ez a minimum volt, és ez az első félőben is hiányzott. Meg az egész meccsen, úgyhogy
Most kurva mérges vagyok most a csapatra. És Tisztert is behoztam volna, nem értettem Kariót, nem cseréltünk. Egyedül Soltészt hozta be, utána 84. percben az MB3-as srácot behozta. Tisztert meg jegeljük, közben meg ívelgetünk, nincs elő, magas ember, nem értettem most Kariót. Nem meccselt jól szerintem. Hát szomorúak vagyunk. De szurkolunk tovább. Nagyon. Én nem szomorú, én mérges vagyok. Te mérges nagyon, vagy, nagyon, szomorú igen. De a mérgesség is szerintem egy abszolút érthető állapot. Én azért nem vagyok mérges, mert annyira nem vágott földhöz a rossz játék, mert túl sokszor láttam mostanában rossz játékot, hozzászoktam szerintem. És ez is benne lehet a történetben. De az első félidőért mondhatni én is mérges vagyok. A második félidőben mi nem sikerült. De nem is voltak helyzeteink. Szerintem ez az egész úgy volt szar, ahogy van. Tehát ez nulla elképzelés nélküli ötlettelen szar foci. Ez amikor kiülsz a WC-re erőlködni, de nem jön semmi. Szar. Az a helyzet. Szar. Erőlködsz, nyomod, de semmi. Igen, úgyhogy én erre rámondom azt, hogy kurva gyenge, mert ez az volt. Úgyhogy menjünk mi is a picsába, mert faszom ki van az egészen. Úgyhogy na, boldog születésnapot magunknak. Kurva jól megünnepeltük most is, úgyhogy. Sziasztok! Úgyhogy köszönjük a figyelmeteket, találkozunk majd a következő mérkőzésen, gyertek majd, szurkoljunk együtt, sziasztok! Csá.